Teljesítették három súlyos betegségben szenvedő kisgyermek álmát. A Mentse Életet Alapítvány immár hetedik alkalommal rendezte meg családi napját, amelynek célja, hogy felejthetetlen élményeket szerezzenek a súlyos életet veszélyeztető betegségben szenvedő, vagy már gyógyuló félben lévő gyermekek és családjaik számára. A borús idő ellenére boldogan játszottak a gyermekek szombaton a Domonyvölgyi Lázár Lovas Parkban. A Mentse Életet Alapítvány idén hetedik alkalommal rendezett családi napot a súlyos, életet veszélyeztető betegségben szenvedő, vagy már gyógyuló félben lévő gyermekek és családjaik számára. Ebben a küzdelemben a családnak is nagyon sok szerep jut, így hát őket is azt gondolom, hogy támogatnunk kell. A mai nap kicsiknek is és nagyoknak is azt gondolom, hogy nagyon jó és hasznos programokkal tudunk élményeket okozni, lovas bemutató, arcfestés, ugrálóvár. Ő Pap Krisztina Judit. 2014-ben neuroblasztomával, vagyis a szimpatikus idegrendszer rossz indulatú daganatával diagnosztizálták. Bár az orvosok kevés esélyt adtak neki a túlélésre, de a kislány rájuk cáfolt. 13 éves és azt tervezi, hogyha felnő állatokkal, főként lovakkal szeretne foglalkozni. A családi napon már nem először vesz részt. Nagyon szeretek itt lenni, hát nagyon szeretem az állatokat, és itt nagyon sok van. Lovas bemutatót is nagyon szeretem, nagyon jó programok vannak, és hát nagyon sok ilyen visszajáró van, hogy nem tudom, és valaki nagyon jóba vagyok, és ilyenkor nagyon jó így találkozni, meg beszélgetni. A gyerekek sok program közül választhattak. Volt cukorkaágyú, ugrálóvár, labdásügyességi játék és állatsimogató is. Az alapítvány célja, hogy javítsanak a súlyos betegségben szenvedő gyermekek helyzetén. Ezért jött létre a Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát elnevezésű kampány. Az élménykívánságok nagyon szerteágazóak. Ebben a híres emberekkel való találkozástól kezdve az élsportolókkal, a különböző eseményeken való részvételig, ahova egyébként nem jutnának el, nagyon-nagyon széles a paletta. Ezt próbáljuk az ismeretségi körön belül, akár zenei, akár színházi, akár milyen módon produkálni, hogy ez rendelkezésükre álljon, és megmondom őszintén, hogy mi ezeket sokkal jobban szeretjük, mert ezek megmaradnak egy életre többnyire. Az eseményen a szokásokhoz híven most is valóra váltották néhány kisgyermek álmát. Volt, aki legót, volt, aki tévét vagy telefont kért a támogatóktól. Az alapítvány eddig több száz kívánságot teljesített már, aki pedig csatlakozni szeretne az álomvarázslókhoz, megteheti a www.mentseéletet.hu oldalon.